Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Virág vasárnap ünnepén. Gyertek és magasztaljuk a mi Urunknak Urát, a mi királyunkat, énekeljük a 212-es dicséretünknek az első verszakát fennállva. A 212-es dicséretünk első verszaka így kezdődik: a nagy király jön, hozsanna, hozsanna. Második verszaka így kezdődik: ó Szent Egyház! Jesus, Jesus.
emlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igét, úgy, amint a szól mi hozzánk virágvasárnap ünnepén, a Jelenések könyvéből, a 19. fejezetből olvasom Istennek szent igét, a 11. verstől. A gyülekezet Istenre figyelve, alázatosan helyét elfoglalva hallgassa meg a Szentírás olvasását. Az említett helyen így szól hozzánk Istennek igéje. És láttam a megnyílt eget, ímé egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűzlángja, és fején sokágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül. És vérben mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki, az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhája és derekára az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. És látám, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég közepén repül. Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára, hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőket, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét. És látám, hogy a fenevad, meg a föld királyai és seregei gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen. De foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását, élve vettetett mind a kettő a kinnel égő tűz tavába. A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jól laktak az ő húsukból. Isten tegye áldottá szívünkben Isten igének hallgatását, befogadását, megértését, szívünkbe tartását. Gyertek, imádkozunk! Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úrnak nevében. Hozsanna a magasságban a békesség királyának, legyél áldott, Urunk, előtted hódolunk, mert te nem vetettél el bennünket a te orcád elől, mert te megváltottál bennünket, bizonyítottad a te irgalmadat és szeretetedet a kereszten keresztül, mert te hű és igaz vagy, nem mondasz le rólunk sohasem. Engedd, Urunk, hogy így jöhessünk eléd, e mai időben is, e vasárnapon megállva előtted, azok, akik békességre vágyunk, azok, akiknek olyan jó lenne, ha letörölned a könnyeit, ha meggyógyítanád a sebeiket, ha reménységet és vigasztalást adnál. Urunk, kérünk, hallgass meg bennünket. Kérünk, áldj meg bennünket a te szent igéddel. Engedd, hogy szívünkben békesség, erő, hit költözzék. Engedd, Urunk, hogy ebben a nehéz időben minden nap érezzük, hogy te velünk vagy,
hogy felettünk tartod a kezedet, hogy nem hagysz el bennünket. Urunk, megvalljuk, annyi szorongás, annyi félelem, annyi fájdalom vesz bennünket körül. Urunk, látjuk ezt a világot rohanni az elmúlásba, a veszedelembe. Egyedül te lehetsz az, aki örökkévaló hatalmadnál fogva meg tudsz bennünket tartani, meg tudsz őrizni. Kérünk, áld meg bennünket. Engedd, hogy hódolhassunk előtted, és te, az igaz király, aki a te vasvesződdel legelteted a népeket, és ezt a világot teremtetted, Urunk, kérünk, őrizd meg bennünket. Te benned bíztunk elejétől fogva, és te voltál a mi hajlékunk, Urunk, elejétől fogva, légy a mi vigasztalunk ma is. Hozz a mi szívünkbe békességet, igazi, őszinte reménységet, áld meg ezt az előttünk álló hetet, és hozd el az ünnepet a mi szívünkbe, ami ma is hirdeti a győzedelmet, a halál, az elmúlás, minden gonoszság felett, mert te vagy a győztes. Kérünk, győzedelmes Urunk, áld meg bennünket ma is, erősíts meg minket. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. A legifjabb keresztény testvéreimet tisztelettel kérem a gyülekezeti terembe, ahol gyermekbibliórát tartunk az ő számukra, mi pedig ige hirdetésre készülve énekeljük a 354. dicséretünket. A 354. dicséretünk így kezdődik: megáll az Istennek igéje. A következőket. Így szól hozzánk Isten igéje. Akkor Pilátus elvitte Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíbor ruhát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták: üdvözlégy, zsidó királya! És arcul ütötték. A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő, Pilátus így szólt a zsidókhoz: ímé a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak: vidd el, vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik: a ti királyotokat feszítsen meg? A papok így válaszoltak: nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Drága testvéreim, kedves ünneplő gyülekezet, mi egy másik királyhoz szoktunk virágvasárnapon. Ahhoz a királyhoz, aki Szamárháton lovagolva bejön a városba, Jeruzsálembe, akinek a lábai elé pálma ágokat vetnek az emberek, leveszik a ruhájukat és leteszik eléje, és akinek hozsannát kiált a néptömeg. Igen, szeretett testvéreim, ez a virágvasárnapnak a legdrágább üzenete, hogy Jézus Krisztus
olyan királyként jön ebbe a világba, aki a békességnek a fejedelme. Beteljesednek az ószövetségi proféciák. Zakariás könyvében van megírva, hogy örvendez Sionnak leánya, Jeruzsálemre gondol ezekben a szavakban. Mert ímé jön neked a te királyod, Szamárháton lovagolva. Szeretett testvéreim, a Szamár azt az üzenetet hordozza, hogy nem harcolni akar az Úr. Nem pusztítani akar. Nem bosszút állni a bűnösöken és tönkretenni ezt a világot. Jézus Krisztus megbocsátani akar. Szeretett testvéreim, így jön ebbe a világba. És mégis, amikor elhangzik a Hozsonna kifejezés, akkor egyszer csak jönnek a főpapok, és le akarják állítani az egészet. Mit jelentett ez a Hozsonna kifejezés? A Hosszianna Héber kifejezés az az imádság volt a zsoltárokból, amivel a zsidó királyt szólították meg, és azt jelenti maga a mondat, hogy segíts rajtunk, ments meg minket, bajba vagyunk, itt van az ellenség, itt van a nyomorúság, ments ki bennünket ebből a helyzetből. Csak a Mesiás fele lehetett így fordulni. Maga az a szó, hogy Mesiás azt jelenti megkent, olajjal megkent király. Jézus felett elhangzanak ezek a szavak. Ez az én fiam, benne gyönyörködöm, őt hallgassátok. Az atyának a szavai ezek, ezzel emeli az atya Jézus Krisztust a királyi méltóságba. Így jön hozzánk. Maga az a szó, hogy Krisztus ugyanazt jelenti, mint a Mesiás. A Krisztus az azt jelenti, hogy megkent olajjal. Ő az, aki rendelkezik ezzel a méltóság jelzéssel. Jön a király. Hozsannát kiabálnak neki, elismeri királynak, és ez felségsértés, szeretett testvéreim, a római császár irányába. És egyszer csak, amikor a gyermekek és mindenki újjong, és reménykedik a Krisztusban, jönnek a papok, és azt mondják, hogy csend legyen! Hallgassatok, mert itt baj lesz! Miért hallgattatják el a tömeget? Mert ott van a római hatalomnak mindent látó szeme. És hogyha csak egy kicsike lázongást, zendülést vél felfedezni, bárhol egy provinciában, ott vérengzés lesz. Volt már ilyen. Egyszer Jeruzsálembe bevonult a római sereg. És csak azért, mert a pajzsokra feltették a római sasnak a jelét, ezzel megsértve a zsidóknak a hitét, akik azt mondták, hogy ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót ahhoz, ami a mennyben, a földön, a föld alatt van, és ne imádd azt! Mivel ezzel megsértették az ő hitüket, kirobbant a lázadás. Le kellett verni ezt a lázadást. Sok ember meghalt. És azon az állásponton vannak a zsidó papok, hogy itt békesség kell, hogy legyen, ne provokáljuk ezeket a rómaiakat, mert baj lesz. És szeretett testvéreim, ezért mondják, hogy hallgassatok! És Jézus választ ad nekik, és azt mondja, hogy ha a gyermekek elhallgatnak, akkor a kövekből teremt az Isten magának népet, és a kövek fognak kiabálni, hogy itt van a Mesiás. Itt van a békesség fejedelme, aki nem karddal jött, nem sereggel jött, nem pusztítani akar, ő a lelkeket akarja megnyerni. Ő a mennyei országát építi, annak a polgárait jön gyűjteni, hiszen ő mondja, az én királyságom nem e világból való. Ha ebből a világból való lett volna, akkor az atya egy csettintésemre küldött volna 12 légiónyi angyalt, és letörölte volna az összes ellenséget. Szeretett testvérem, Jézus Krisztust el akarják hallgattatni, a békesség királyát. Ahelyett vállalja a világ
szeretett testvéreim, a gyűlöletet, a pusztítást, vajon milyen király megfelelő egy népnek? Milyen király tud elfogadni magának? Ez egy ilyen érdekes kérdés. Mert Jézus, amikor eljött, akkor az ő királyi trónusát nem vérrel, nem a mások vérével, nem a mások pusztításával, nem a gyűlölettel építette, hanem szeretett testvéreim saját áldozatával. Király lesz. Ezt a királyt meg fogják koronázni tövis koronával. Ezt olvastuk a mai igében. Ennek a királynak oda teszik a vállára, szeretett testvéreim, a palástot gúnyolódásból. Megköpdösik, megpofozzák. És érdekes módon, szeretett testvéreim, mégsem könyörül Izrael rajta. Kihozza Pilátus az udvarba, és azt mondja, ez a ti királytok. Milyen bolond egy nép, amely a saját Istentől, a proféciák által rendelt királyát megtagadja. Szinte gúnyolódva mondja Pilátus, hogy itt van a királytok. És ők Isten tagadást végeznek, amikor azt mondják, hogy nekünk nincs királyunk, nekünk császárunk van. Hát eddig az Istenben hittetek. Eddig vártátok a Mesiást. És most mi csináltok vele? Megtagadjátok. Pedig ő gyógyított. Pedig ő csodákat tett. Pedig ő senkit nem bántott. Ő a békét akarta ebben a világban. Az emberek és az Isten közötti békét. Békességről énekelnek az angyalok. Békességgel kezdi Jézus Krisztus a feltámadásának az üzenetét. Békesség nektek. Ma olyan ez a szó, minthogyha vörös rongyot próbálnák, szeretett testvérem, a bika szemei elé helyezni. Nem lehet elmondani. Ma nem ez kell ennek a világnak. Meg lehet verni Jézust. Meg lehet köpdösni, keresztre lehet feszíteni. Mert hagyja magát. Az ő trónját így építi. És ennek a jogán mutatja meg az ő szeretetét ehhez a világhoz. Az ő trónját így építi, és mutatja azt, hogy megfizettettek a mi vétkeink, mert igaz Isten ő odaadja a fizetséget értünk, szeretett testvéreim. Van egy ilyen hasonlat, egyszer olvastam, hogy voltak a nagy birodalmaknak nagy-nagy királyai. De valamikor Sztálint bepakolták Leninhez a mauzóliumba. Aztán, amikor jött Hruscsov, úgy kivágták onnan, hogy csak úgy csörömpölt. Mert az embereknek a tisztessége, becsülete, hatalma ilyen mulandó. Utána meg ledöntötték a szobrait, és belepiszkoltak a csizsmájába, még ilyenről is hallottam. Így működik sokszor az emberek dicsősége. Hol vannak már Timur Lenknek, meg a nagy hódítóknak, szeretett testvéreim, az emlékművei? Azoknak, akik az ellenségeik fejét levágták, és hegyeket építettek belőle, hogy megmutassák az ő dicsőségüket. Hol vannak? De a Krisztus, aki meghalt a Golgotán, és feltámadott harmadik nap, ő így építette meg az ő trónusát. Így vannak sok helyen templomok, amelyek az égben mutatnak, így vannak Istenhez jövő, gyógyulásra vágyó, lelküket megtisztítani vágyó emberek, akik nála találnak menedéket. És Jézus Krisztus él. Ha ő az ő rongy ruhájában ilyen szeretettel és hatalommal jelenik meg előttünk, ha ő arra tanít bennünket, hogy oda jöhetünk az ő kegyelmének a trónusához, és nem utasít el bennünket, mert ő egy ilyen király, mennyivel inkább az Isten dicsőségében látjuk az ő hatalmát, aki ült az Atyaistennek trónjára, aki ott van és imádkozik érettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal, aki a mi már-már remegő,
gyenge imádságainkat kipótolja, azaz Isten hatalmas Isten. Szeretett testvéreim, és milyen sokszor nem kell a világnak ez a kegyelmes Isten, aki kinyitja az ajtót, aki magához fogad. De tudjátok, az ember nem csak a kegyelmes Isten hívásával találkozhat. Ha elutasítja az Istent, találkoznia kell lesz azzal a Krisztussal, aki megjelenik a Jelenések könyvében. Itt is 19. részben olvasok, ott is 19. részben olvasok. Ezt a könyvet is János írta, azt a könyvet is János írta, a szeretett apostola, aki amikor már öreg volt és vitték a templomba, mindig, mikor kérdezték, csak egyet tudott mondani, kérdezték, mit mondott az Úr, ő meg azt mondta, hogy szeressétek egymást, testvéreim, szeressétek egymást, semmi más nem mondott. Semmi más nem mondott. Feljegyezték róla, hogy hordáljon, vitték, és ő mindig ezeket a dolgokat mondta el. És ez a szeretetről beszélő János egyszer csak egy látomásban, Patmos szigetén látja azt, hogy megnyílik az ég. És amikor megnyílik az ég, egyszer csak látja a dicsőséges Urat, látja azt, aki a fehér lovon jön, és szeretett testvéreim a mennyei seregekkel együtt, akinek nem kell a szeretett teljes, kegyelmes Úr Jézus Krisztus, az találkozni fog ezzel. Találkozni fog azzal, aki már nem szamár háton lovagol, hanem lovon. Mindig fehér lovon szokták a győzteseket ábrázolni, ugye? Jön, és utána a mennyei sereg. És összegyűlnek a világ királyai, az ezredesek, a tábornokok, összegyűlnek a szabadok és a szolgák, felfegyverkeznek, és hadot üzennek az Istennek. Nézzétek csak meg! A mai világ az hadakozó világ. És nem mindig a háború mutatja meg, szeretett testvéreim, ezt a hadakozást. Nem mindig az, hogy birodalmak állnak át, hogy innentől kezdve a gyilkolás eszközeit gyártsák. Nem kórházakat, nem gyógyszert, nem élelmet, nem valamit, ami az életet meghosszabbítja, nem valamit, ami az életet jobbá teszi, hanem gyilkolásra való eszközöket. Gondolkozzunk el ezeken a dolgokon. A mindig humanitárius érzésekre hagyatkozó világ, ami azt mondja, jaj, éhezik a világ. Jaj, elrontjuk az egész természetet. Jaj, mennyi baj van. Miért hallgat el ilyenkor? Miért nem nyitják ki ilyenkor a szájukat? Besorolódnak ugyanabba a menetbe. Ugyanazt akarják, nagyon megfeledkeznek róla. Az ördög, a hamis próféta, az antikrisztus becsapja őket. Szeretett testvéreim, Istent játszik. Valamikor azt tanultuk, hogy tudjátok, az ördög az olyan, mint a majom, meg a papagáj. Az majmolja az Istent. Mindig hatalomról beszél. Mindig létrehozza a saját vallásait. Mindig létrehozza a saját ideológiáit. A saját szimbólumait. Ott mindig valamit imádnak, ami kötődik ehhez a sátánihoz, ez a hamissághoz, csodákat tesz. Néha a technológiákra néznek így, mint a csodákra. És mindenben majmolja az Istent. Azt szokták mondani, hogy csak egy csodát nem tud megismételni. Nem tud meghalni a kereszten, és feltámadni. Minden másban félre tudja vezetni a világot. És szeretett testvéreim, nagyon sokszor ezt látjuk, hogy azt a Krisztust, aki az alázatról, a szeretetről, a békességről beszél és tesz érte, aki erre tanítja az emberi szíveket, az elutasítja a világ. És azok előtt hódol sokszor, akik pofozzák, akik verik, akik beviszik a nyomorúságba, akik tönkre teszik, azoknak nyalja a talpát, mert gyáva a világ. Mert a Krisztus szeretetében, megbocsátásában, szenvedésében van a szeretetnek az ereje. Ő az erős.
aki még a kereszten is úgy tud imádkozni, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Szeretett testvéreim, nagyon sok virágosságnak mi hirdettük. Hirdettük az evangéliumot, hogy jön a békesség fejedelme. Hirdettük azt, hogy nyitva van a kegyelemnek az ajtaja. Az Isten bocsánatot hirdet. Még nincs lakat a mennyországon. Még lehet az ő akaratát követni. De valahogy a mai világnak nem ez kell. A mai világ ki akarja sokszor várni azt, amikor jön a fehér lovon megjelenő Krisztus, akinek minden hatalom a kezében van, aki mindenek felett bír, aki ítélni fog, aki igazságos és hűséges. A hűséges az azt jelenti, hogy nem fogja, szeretett testvéreim, az ő szavait megváltoztatni. Azt énekeltük, megáll az Istennek igéje. És akik úgy hívnak, hogy szeretett testvéreim, Isten igéje, az az élő Isten, aki a kezdet és a vég, ő a hűséges, ő megtartja minden szavát. És ha azt ígérte, hogy jöjjetek én hozzám, és én megvigasztalak benneteket, akkor megvigasztal. Ha azt ígérte, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig, akkor velünk marad. És ha azt mondta, hogy az övéit megtartja, és a szenvedések miatt még az időket is megrövidíti, mondja a jelenések könyve, akkor az Isten odaáll az övének a védelmére. Hiszünk-e ebben az Istenben? Hiszünk-e abban, aki trónját az ő békességével, az ő szeretetével építette? Vagy meg akarjuk várni azt, aki majd ítélni fogja a népeket? És nagyon sokszor, szeretett testvérek, valahogy olyan a világ, mint amikor Jézus Krisztus egyszer azt mondta, hogy tudjátok, olyanok vagytok, hogy vidám énekeket énekeltünk nektek, nem örültetek, nem táncoltatok. Szomorú éneket énekeltünk, nem sírtatok. Hát hogy lehet titeket megszólítani? A mai világ ilyen. És nézzétek meg, hogy a körbenézünk, mennyi Isten ellenesség van. Mennyi törvényt fogad el a mostani világ, ahol azokat a bibliai elveket egyszerűen megköbdösik. Mint hogyha a mai civilizált világban megint a középkornak a keresztény üldözését élnénk meg, és így nyírják egymást a keresztények is ebben a világban. Így látjuk azt, hogy nagyon sokszor a kereszténység a politikának a fogja lesz, és szeretett testvéreim, meghasonlás támad a keresztényekben, amikor fel kell tenniük a kérdést, hogy akkor miben higgyünk? Akkor kinek a szava vezethet bennünket? Ez a legártalmasabb dolog a mai világban. Ez az igazi sátáni, ami előjön, szeretett testvérem, az ördögnek a kísértéseiben. De milyen lesz az a Krisztus, aki eljön majd, szeretett testvérem, az ő dicsőségében? Azt mondja a Szentírás, hadd idézzem. És látám a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Nincs olyan dolog ebben a földi világban, hogy aki kapja marja, és nincs olyan dolog, hogy szeretett testvérem, valami bűn, az ne nyerje el a büntetését. Ebben a világban sokszor így van. Emberileg így van, hogy gyenge vagy, túlmétnek rajtad. Döntenek helyetted. Eldöntik, hogy mi legyen a te sorsod. Eldöntik, hogy éljél vagy halljál. Eldöntik, hogy mit gondoljál, mit tegyél. Ez a világ ilyen. De szeretett testvéreim, az Istennél nem így van. Azt mondja, minden bűn meg fogja kapni a büntetését. És ezelőtt Jézus Krisztus jön a bűnösöknek a bűnét el akarja törölni, hogyha bíznak benne, a megoldást is adja. És szeretett testvéreim, ő az, aki hatalmas úrként jön, és mit hallunk róla? Szeme tűzlángja, és fején sokágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül. Szemeivel éget.
Jaj, nekünk az Isten szemei elé kerülni, akkor, hogyha ellenségei vagyunk. Ha nem hiszünk benne. Korona van a fején. Ilyen több emeletes korona. Nehezen is fordítják. Amikor a pápai koronára nézünk, akkor az ilyen három emeletes. Vagyis azt akarja mondani, hogy nincs nagyobb hatalom rajta kívül. Vagy amikor azt mondja is, a neve titkos. Hát kinek a neve titkos? Akinek a nevét bírjuk, annak, szeretett testvéreim, a felett hatalmunk van. Szokták mondani, hogy milyen érdekes dolog az, hogy a gyerek melyik nevet tanulja meg először. Hát azt, hogy anya. És amikor ki tudja mondani, akkor egyszer csak megjelenik az anya. És akkor egyszer csak kérni lehet tőle. Rájön, hogy milyen varázslatos hatalma van ennek a szónak, ugye? Aki a nevet adja, az a felett, az ember felett valamiképpen, szeretett testvéreim, erőt és hatalmat gyakorol. De az Istennek a neve titok. Emlékeztek, amikor Mózes legelteti a nyájat, és egyszer csak megjelenik a tüzes, égő, ugye, csipkebokor. Oda megy, és megszólítja az Isten. És amikor kérdezgeti Mózes, hogy hogy menjek én Egyiptomba, és hogy szabadítsam meg az én népemet, és majd hogy mutassalak be, Istenem, ki az, aki küldött? Akkor az Isten azt a választ adja, hogy Ani Ehje, héberül azt jelenti, aki vagyok, vagyok, aki vagyok, úgy szokták fordítani. És az úgy hangzik, hogy nem mondok el neked semmit. Mi dolgod hozzá, semmi között hozzá. Igazából azt jelenti, hogy az, aki létezik, de nem mondom el a nevemet. Kifejezem magamat, hogy ilyen létező vagyok, engemet nem kell kitalálni, nem kell megalkotni. Maga az ige forma, amiben megszólít minket az ige, egyszerre jelenti a múltat, jelent és jövőt, vagyis ő az örökkévaló Isten, és ez titok. Isten azt mondja, senki nem tudja az ő nevét. Ezzel azt mondja a Szentírás, hogy az Isten jön majd azon a fehér lovon, Jézusként az Isten, az ő hatalmából belépett be a földi világba. Ő az, aki hatalommal bír. Aztán mit hallunk tovább? Azt halljuk, hogy és vérbe mártott ruhába volt öltözve, és a név adatot, ez a név adatot neki az Isten igéje. Jézus Krisztus meghalt értünk. Emlékeztet az ő ruhája arra, hogy az ő vérében tisztulunk meg. Ő felajánlta nekünk ezt a kegyelmet. Ő zörget hozzánk, azt mondja, jöjjetek, elfogadjuk-e, vagy nem. És az a neve, hogy az Isten igéje, megáll az Istennek igéje. Az ég és a föld elmúlik, de az Isten igéje megmarad, azt mondja, örökkévaló, lehet benne bízni. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket. Mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját, ruhájára és derekára. Ez a név van írva, királyok királya és uraknak ura. Menjünk sorba. Jön a sereg, ezt a sereget már nem lehet félretenni. Ezt a Krisztust nem lehet keresztre feszíteni. Nem lehet gúnyolni ezt az Úr Jézus Krisztust. Ő jön az ő hatalmába. Ezzel néz szembe az, aki újat hoz az Istennel. Aki elutasítja. Aki kételkedik. Aki szembe helyezkedik vele. Akinek nem kell a szívekbe kopogó Úr Jézus Krisztus az ő békességével. Szájából kard jön ki. Érdekes, a nyelvünk hasonlít a kardra. Ölni is tudunk vele. És vigasztalni is tudunk vele. Milyen szépen be lehet mocskolni a propaganda eszközével azt, akit nem szeretnek. Milyen szépen el lehet lopni a becsületét. Milyen sokszor, ami jó, azt rossz fénybe lehet beállítani, és ami pedig rossz, azt ki lehet fényezni. Mennyi ember
szeretetestvéreim, elbutulva a mai világba, csapdába esik, és a hamis profétáknak, szeretetestvéreim, a képmutatásából rossz útra tér. De jön Jézus, és az ő szájából jön ki a kard, amely ítélni fog. Elítéli, megítéli az ő szavának mondására azokat, akik ellenfelek, és megvédi azokat, akik az övéi. Erről szól az ige. Ha kinyitjuk ugyanennek a Jánosnak a harmadik fejezetében lévő beszélgetését, hogyha olvassuk, akkor az evangéliumban, amikor beszél az egyik törvény, tudó valaki éjszaka jön hozzá, hogy tudakolja az Isten igazságot, ott hangzik el ez a híres ige, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A világot, hokoszmosz, mondja a görög nyelv, a teremtett világot szerette az Isten. És aztán folytatódik utána a versekbe. Aki hiszen, aki ezt elhiszi, örök élete van. Aki nem hiszi, már halott. Pedig csak a szavakról van szó. Nem fegyverekről, nem szeretetestvéreim, más hatalomról, szavakról van szó. A régi görögök azok mindig azt mondták, hogy igyekezzünk jól beszélni, okos dolgokról beszélni, mert az okos szavak után okos gondolatok és okos tettek jönnek. Nézd meg, hogy milyen mocskosul beszél a mai világ. Nézd meg, hogy hogy beszélnek otthon egymással a fiatalok, vagy az utcán. Nézd meg, mennyi drágásság jön ki a mai istentelen, istentagadó, liberális, szeretettestvérén, hitetlen világnak az ajkán. Bármit lehet mondani. Akinek normális gondolatai vannak, normális szavai vannak, normális tettek vannak. És aki ezt megtagadja, a Krisztusit tagadja meg, az halott. Azt becsapta az ördög. Ott van a szájában a kard, amivel ítélni fog. És aztán azt halljuk, szeretettestvéreim, hogy vasvesszővel legelteti a népeket. Amikor régen a király trónra lépett, akkor a kezébe egy kormánypálcát adtak, ugye királypálcát. Mit jelképez ez a pálca? Miért adják oda a hegymambotot az elnöknek a kezébe? Hát azért, mert dönt, hogy ki mit csinálja, kinek mi legyen a sorsa. Hatalmat jelent. Amikor odajut a trónra a király, akkor megformázták agyagból az ellenségét, kirakták, és ő vette ezt a botot, és így szétverte őket. Azt jelképezte mindenkinek, hogy aki kinyitja a száját ellenem, azt így elpusztítom. Nincs kecmet. Itt annyi lesz. Ezt jelképezi ma is. A hatalom jelképez, szeretettestvéreim. De amikor Krisztusról beszélünk, akkor nem csak az ő véghetetlen hatalmát jelképezi, hanem miért van az, hogy a királyok azok nagyon sokszor a pásztorhoz hasonlóak voltak, hasonlították őket. Miért mondja például Dávid a 23. Zsoltárban, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkre vezet engem. Azt mondja, hogy botjával, pálcájával vigasztal engem. A püspököknek szokott ilyen karikás pálcájuk lenni, nem csak a pásztoroknak, ugye? Mit jelképez? Nem csak megvéd az ellenség ellen, hanem kihúz a gödörből, ezért mondta Campo rajta. Az Isten az övéjének irányába azt mondja, hogy ez a hatalommal bíró Isten megőrzi az övéit. Ebben benne van az evangélium, benne van az Isten vigasztalása. És aztán folytatja tovább, megint egy ószövetségi példát használ, és taposni fogja a borsajtót. Hát nálunk nincs ilyen hagyomány, lehet, hogy egy-egy faluban még őrzik. Amikor a lányok megmosták a lábukat, bementek a nagy hordóba, felkötötték a szuknyájukat, és akkor énekeket énekeltek, és mit csináltak? Taposták a szőlőt, ugye?
És Ézsaiás próféta könyvének az 5. részében van szó egy ilyenről, hogy leszedik a szőlőnek a gyümölcsét, és a gazda ki akarja préselni, de az a rossz szőlőt adott. És a rossz bor lesz belőle. És így fogja az Isten megítélni a világot, hogy azt mondjátok, hogy ti jót csináltok, de miért lesz belőle rossz? Azt mondjátok, hogy ti jó szándékok vagytok, de miért lesz belőle pusztulás és szenvedés? Nem olyan ízű az a szőlő, nem olyan gyümölcsöt teremtette, pedig az Isten adta az ő parancsolatait, pedig Krisztus megtanította az ő irgalmára és szeretetére. Ez lesz az ítélet, milyen gyümölcsöt terem a világ. És nagyon sokszor szeretett testvéreim, elhallgat az Istent ünneplő tömeg. Valamikor ugye ott voltak ezek a gyerekek, és Krisztust magasztalták. De hol van ez a tömeg, amikor Krisztust meg akarják feszíteni? Akkor mást kiabál a tömeg. Csak hogyha hitünk van, csak hogyha hiszünk a Krisztusban, akkor nyílik meg szívünk, szeretett testvéreim, magasztalásra. Csak hogyha látjuk a feltámadott Jézusnak a dicsőségét, akkor tűnik el a mi némaságunk. Akkor lesz bizonyságtevő a mi életünk. Ezt látjuk, szeretett testvéreim, az szólít meg bennünket, aki a királyok királya, az uraknak ura, és megszólítja a világot. Azt mondja a madaraknak, gyertek a nagy vacsorára. Előttem van az a festmény, amikor a csata után ott vannak a halottak a mezőn, ott áll egy ló magányosan az ő halott katonája, gazdája mellett, a lándzsák be vannak szúrva a földbe, összetörve, csata jelenet. És ott vannak a madarak, akik jönnek, szeretett testvéreim, hogy az elpusztult katonákon ott reddessenek és széttépjék őket. Rettenetes kép. Ilyen rettenetes képekkel tele van a mi világunk. Már megszoktuk. Már megszoktuk azt, hogy katonatemetéseink vannak. Már megszoktuk azt, hogy szeretett testvéreim, a végsőkig önpusztító ez a világ, nem érti az ember ennek a világnak a logikáját. De minthogyha azt látnánk, azt az apokaliptikus képet, amikor az egész világ elkezd lassan megbolondulni, és beleviszi, szeretett testvéreim, az ő népeit félrevezetve, becsapva, beleviszi ebbe a pusztulásba. Mint hogyha az apokaliptikus kép jelent volna meg. És mondja azt, hogy így szembe szállnak Jézus Krisztussal, a fehér lovon ülővel a királyok, és az ezredesek, és a fejedelmek, és a szegények, és a gazdagok, a szolgák, és a nagyurak, és bele fognak pusztulni, szeretett testvéreim. Nem egy ilyen kép jön elénk ma. Nem ezt a perspektívát készíti nekünk az Isten. Van egy ilyen érdekes ige, amely olyan szépen azt mondja, ma, ha az igét halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Isten nem pusztulást akar ennek a világnak, hanem megtérést és életet. Megint megismétlem magam, én minden alkalommal, amikor jött a világvasárnap, mindig arról a Krisztusról prédikáltam, aki a békesség fejedelme. Mondjon nekem valaki mást. Mindig arról prédikáltam, hogy megbocsátani akar, szeretni akar. És amikor feltesszük a kérdéseket, hogy miért van az, hogy beindul a borsajtó, akkor itt van nekünk a válasz. Hogy szeretett testvéreim, süketek voltunk. Süket ez a világ az Isten hívására. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az ajtó. Ezen az úton járjatok. Ezt az igazságot keressétek. Ez az ajtó vezet a megoldásra. De ne csak benézzetek ezen az ajtón. Ne csak a küszöbnél toporogjatok,
hanem bízzátok a ti életeteket az Istenre. És lehet, hogy vihar, és tombolás lesz körülöttetek, de az Isten az övét megőrzi. Erről szól az Istennek igéje. Ma még nyitva van a békesség fejedelmének az ajtaja, az ő országának az ajtaja. Ma még oda lehet járulni az ő király székéhez, és ő megkönnyörül rajtunk, mert ő tudja, mi a szenvedés, tudja, mi a próba, tudja, mi a fájdalom, tudja, mi a veszteség, tudja, mi a halál és elmúlás. Mindezeken átment. És szeretett testvéreim, megszólít, meg ne keményítsük a mi szívünket, hanem fogadjuk a lelkünkbe, és így legyen áldott, szeretett testvéreim, az ünnepünk. Így tekintsünk arra, aki győzött mindenek felett, legyőzte a halált is, és azóta minden vasárnap neki mondunk dicséretet, legyen ez a dicséret hangos, nyissa meg a mi szívünket, vigasztalja meg a szenvedőket, adjon menedéket mindnyájuknak. Így ünnepeljük ezt a virágvasárnapot. Így adjunk hálát a békesség szeretet fejedelmért, és vegyen lakozást a mi életünkbe. Vonuljon be a mi életünkbe is. Adja az Isten, hogy így legyen. Gyertek, imádkozunk! Mennyei Urunk, kegyelmes Istenünk, megállunk előtted hálatát szívvel, mert mindenek ellenére mindez idáig megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy Urunk, még hív a te kegyelmed. Köszönjük, hogy még a te igéd tanít, még a te lelked áldást oszt nekünk, és onnan felülről adja a te ajándékaidat. Könyörgünk, légy megtartója népünknek. Légy megtartója a tieidnek, Urunk, minden időben, és mindenkinek, aki, Urunk, kér, adjál a te kegyelmedből, és hozd el a békességet ebbe a világba. És ne engedj, Urunk, hogy bárki is a tiéd közül, Urunk, a szenvedés mocsarába essen, hanem te légy, aki ósz, vigasztasz bennünket. Könyörgünk azért, hogy szűnjön meg a háborúság, hogy eljöjjön a béke. Urunk, mi nem tudjuk, hogy hogyan történhet meg ez. De tudjuk, hogy te vagy az, aki Úr vagy mindenek felett. Te vagy a királyok királya. Te tudod megszégyeníteni azokat, akik, Urunk, te ellened lázonganak. Akik te nélküled hozzák a döntéseket. Akik te nélküled hoznak felelőtlen döntéseket az ő népük felett. A kicsinyek, az öregek, az aggasztjánok felett. De, Urunk, tudjuk, hogy mi nem a magunkéi vagyunk, se nem a királyokéi, hanem, Urunk, a te tulajdonod vagyunk. Mert te áldoztál értünk azon az oltáron. Te emeltettél fel a keresztre. Te ontottad értünk a te véredet, és nem Pál, és nem Apollós, és senki más nem adta magát értünk, csak te. De te feltámadtál, te élsz, és mi is élni fogunk. Adj áldást erre a közösségre. Áld meg a mi ünnepeinket, őrizd meg szeretteinket, gyermekeinket, Urunk, azokat, akik ott vannak a frontokon, akiket, Urunk, temetnünk kell, azoknak a családját, vigasztald meg, és, Urunk, ne engedd, hogy folytatódjék ez a sok nyomorúság. Kérünk téged, alázatos szívvel, egy akarattal eléd állva, hallgass meg bennünket, Krisztus Urunkért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mindezek után vegyük a mi Urunknak az áldását. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A három
389. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenhol. Yeah.